Budapest tömegközlekedésében jelentős szerepet játszik a trolibusz. Feladatait azonban csak akkor láthatja el maradéktalanul, ha a műszaki szakszolgálat nap mint nap eleget tesz karbantartási kötelezettségének, ha reggelente valamennyi jármű üzembiztosan indulhat a forgalomba. Ennek a feladatnak a szakszolgálat meg is felel. Mégis a trolibusz vezetőjének a forgalomba indulás előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie, hogy járművét a teljes biztonság érdekében maga is ellenőrizze. Először a diszpécser szolgálatnál jelentkezik, felmutatja a jármű vezetői igazolványát, majd a diszpécser közli vele, melyik sorban találja meg járművét. Jogosítványokat kérem. Igen, megvan. Azt mondja, köszönöm szépen és jó munkát kívánok. A járművezető aláírásával igazolja a napi forgalmi rendelkezések tudomásul vételét, majd elindul, hogy átvegye trolibuszát. Amint járművéhez érkezik, mindenek előtt biztonság veszi az irányváltót. A jármű átvételét a kocsi elején kezdi meg. Ellenőrzi az útirányjelző táblát, a panorámás ablakot, az ablaktörlő gömbcsuklóit, rugóik feszítő erejét, majd a lámpabúrák sértetlenségét és a vészhárító állapotát. Hibás, törött lámpabúrákkal, a látni és látszani elvet megsértve, nem biztonságos a közlekedés. A jármű bal oldalán elsősorban az oldallemezek állapotát, az ablakokat és a visszapillantó tükröt vizsgálja meg. Törött visszapillantó tükörrel a jármű nem mehet ki a forgalomba. Ezután ellenőrzi az oldalszekrények zártságát is. Ezek mögött található a szervó elektromos gyorsító, a főfékszelep, a szervó automatika, a generátor meghajtó motorja, a légsűrítő meghajtó motorja a kompresszorral, a B-tengely két oldalán pedig a légpárnák. A kerekek állapotának vizsgálatánál döntő a profilmélység szemrevételezése. Hibás, kopott köpennyel sem mehet a jármű a forgalomba. Amennyiben a gumik felfekvése 6-8 barázdánál nagyobb vagy kisebb, azokban a levegő nyomása nem megfelel. Az eső levezető csatornák állapotát is ellenőrizni kell, ezek épsége főleg télen fontos. Fel kell hívni a diszpécser szolgálat figyelmét az erősen oldalkopott, peremégett abroncsokra, a kerekek lecseréléséről csak a diszpécser szolgálat intézkedhet. Mielőtt a járművezető megkezdené a troli hátsó peron részének vizsgálatát, ajánlatos az áramszedő lehúzó rudat hátra vinnie. Azt szabályosan összeszerelve, kampóját az előírásnak megfelelően a csúszófejtájába illesztve helyezi a járművet áram alá. Ezután veszi kezdetét a kocsiszekrény hátsó részének vizsgálata. A vezető meggyőződik a létra, a lehúzórendszer dobozai és a kötélvezetők állapotáról. A fellépő ajtajának épségéről. Ellenőrzi a vontatóhorgot is. A féklámpa, a helyzetjelző lámpa és az irányjelző búrájának sértetlenségéről is meg kell, hogy győződjön. A jármű jobb oldalán vizsgálni kell az ajtók szilárdságát és rugóik épségét, a kapaszkodókat,
a lépcsők szegély lécét. A kerekek szorító csavarjait itt is ellenőrizni kell, s amennyiben kételjei támadnak, egyéb módon is meg kell győződni azok szorosságáról. Itt is figyelmet kell fordítani a felemelhető oldalajtók zártságára. Ellenőrizni kell a víztelenítőt és a földelő láncot. A vezető az első ajtókat és a jobb oldali visszapillantó tükröt is megvizsgálja. A járművezető felszállva a trolibusz utasterébe ellenőrzi, hogy nem lazák-e a kapaszkodók. A vészcsengőnek feltétlenül működnie kell. Épeknek, tisztáknak, esztétikusaknak kell az oldaliránytábláknak is lennie. A tetőszellőző berendezésnek jól kell zárnia. Ha a lámpabúrák nem eléggé szilárdak és épek, utasbaleset következhet be. A megadott kód szerint ezután beállítja a jegyérvényesítő készüléket, és ellenőrzi azok rögzítettségét. Nem elegendő azonban az utasteret csak egy irányból megvizsgálni. A másik oldal rudazatának szilárdságát is ellenőriznie kell, valamint mindkét oldalon az üléshúzatok épségét és tisztaságát, az ablakok nyithatóságát is. A vezető fülkébe érve meggyőződik a mozgatható kellékek, elsősorban a kerék rögzítő ékek és a tűzoltó berendezés meglétéről. Ezután kikapcsolja a túláramkapcsolót. Ellenőrzi az erős áramú biztosítékokat. Tapasztalatilag vizsgálja meg a kormánykerék holtjátékát. Tudnia kell, hogy a trolibusznál az alvázban elhelyezett dugattyú rögzítve van, a mozgást maga a henger végzi a kormánykerék fordulatait követve. A ZIU 9-eseknél a megengedett kormányholtjáték 15 fok, amit a műszaki szakszolgálat állít be, ha szükséges, akár műszeresen is. Alapvető KRESZ előírás, hogy hibás kormányberendezéssel semmilyen jármű nem vehet részt a közúti forgalomban. A vezetőnek a továbbiakban ellenőriznie kell a kürtöt, a légfeszmérőket, az ablaktörlőket mindkét oldalon, az erős áramú ampermérőt, a gyenge áramú ampermérőt és a gyenge áramú voltmérőt. Meg kell győződnie a leszállásjelző és az ajtók nyitását, zárását visszaigazoló lámpák működéséről. Működtetve az egyéb berendezések billenőkapcsolóit, meggyőződik azok üzemképességéről. A billenőkapcsolók középsorának működtetésével az ajtók zárását és nyitását kísérletileg is ellenőrizheti. A jármű csak hibátlanul csukódó és nyíló ajtókkal hagyhatja el a tárolóhelyet. Ha a túláramkapcsoló bekapcsolása mellett a menetpedált végignyomja, meggyőződhet a kontaktorok és egyben a szervoautomatika hibátlan működéséről is. A billenőkapcsolók alsó sorában vezető a külső lámpákat tudja ellenőrizni minden szükséges fokozatban. Itt található az indításjelző nyomógombja is. Az irányjelző működését a kontrollámpa villogása igazolja vissza.
Üzemkezdés előtt az utastájékoztató mikrofont és annak erősítő rendszerét is ellenőriznie kell. Mikrofon egyben az erősítőt be is hangolja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indulás előtt a bal kézre eső patent kapcsolókat bekapcsolja, az akkumulátor főkapcsolót, a kormány szervórá segítőjét működésbe hozza. Bekapcsolva a túláram kapcsolót, az irányváltót középállásból kimozdítva, az indulásnak megfelelő irányt ad, és az ajtók becsukása után kiindul. Mielőtt a jármű elhagyná a járműtelepet, ellenőrzik, hogy a kocsiszekrény nem testzárlatos-e. Működés közben ismét ellenőriznie kell a mikrofont is. A vezető átadja a jármű kiadónak a műszaki megfelelőséget igazoló úgynevezett zöld kártyát. A portánál még egy utolsó ellenőrzés vár a járműre, melynek során a portás a társadalmi tulajdon védelme érdekében vizsgálja át az utasteret. A trolibusz ezután elindul a forgalomba. A többszörös átvizsgálás és ellenőrzés szolgálja az utazó közönség érdekeit, a járművezetés biztonságát. Ugyanakkor ez az alapos, egyeseknek talán fölösleges akadékoskodásnak tűnő ellenőrzés közvetlen érdeke a trolibusz vezetőnek is. Számos olyan apró hiba bukkanhat így még idejében elő, ami, ha rejtve maradna, nem csak a forgalombiztonságot csökkenteni, de olyasmiért is felelősséget róna a vezetőre, amelyben ő személy szerint vétlen ugyan, de mivel a hibát nem vette észre, neki kell viselnie. A munka tehát többszörösen is megtérül. Amint a vezető műszakja lejár, a menetrend szerint kijelölt végállomáson járművét úgy állítja meg, hogy azt váltótársa műszakilag át tudja venni. A váltótárs közben már jelentkezett a végállomási menetirányítónál, okmányait ellenőrizték, és megtudta a járművének számát is. A váltótársak a járműnél találkoznak, és azt közösen, gyorsított ütemben még egyszer átnézik. A szolgálatát befejező vezető beszámol a járművel kapcsolatos minden olyan tapasztalatáról, amelyet műszaki alatt észlel. A közben felmerült, újonnan jelentkezett hibákat, sérüléseket, károkat köteles váltótársával közölni. Ezután jelenti a végállomási menetirányítónak a váltás megtörténtét, munkaidejének lejártát. Most már a váltótárs viszi tovább a többszörösen, alaposan ellenőrzött, a biztonsági és kényelmi követelményeknek mindenben megfelelő járművet a közúti forgalomban.
A trolibuszok vezetése különös gondot, odafigyelést igényel. Budapest gyakran szűk utcáiban, a többnyire szabálytalanul parkoló, manőverező, egyéb járművek között a nem is mindig egyenletes, sima útburkolaton haladó járművek fölötti uralom számos problémát, gondot okoz-e sajátos járművezetőinek. A trolibusz, mint az köztudott, részben kötött pályás jármű, melynek mozgási és manőverezési lehetőségeit a felső vezetéktől való függés behatárolja. A felső vezeték vörös részből készült. Magassága a talajtól 4 méter 80 cm-től 5 méter 80 cm-ig terjedhet. A két vezeték egymástól való távolsága 52 cm. Áramvezetés szempontjából általában a menetirány szerinti baloldali szál a pozitív. Megkülönböztetünk lengő és merev felfüggesztésű szakaszokat. Merev felfüggesztést általában az aluljáróknál találunk. Ezeken a szakaszokon a trolibuszok legnagyobb megengedett sebessége általában 10 km per óra. A kanyarulatokban is általában merev felfüggesztést alkalmaznak. A trolibuszoknak itt mindig a külső ív vonalában kell haladniok, hogy csökkentsék az áramszedők kiugrásának lehetőségét. A belső íven haladók áramszedői ugyanis eltávolodnak a munkavezetéktől, és így könnyen kiugorhatnak. A felső vezeték vonalától általában mintegy 4,5 méterre lehet mindkét irányban eltávolodni a kiugrás veszélye nélkül. Erre a tényre különösen a kerüléseknél kell figyelni. A Hungária körúti aluljáróban kísérleti jelleggel és csak az egyik oldalon megnövelték a két munkavezeték egymástól való távolságát, hogy a különösen alacsony aluljáróban az áramszedő hátrahajlását csökkentsék. Itt a járművet különös gonddal a munkavezetékek középvonalában tartva kell átvezetni. A merev felfüggesztésű szakaszt ebben az esetben is lengő felfüggesztésű szakasz követi. Helyenként szükséges a felső vezetékrendszerbe váltók beiktatása is. A segédvezetékes villanyváltót a vezetőnek kell állítania. A jármű sebességét 5 km per órára csökkenti, amikor az áramszedő csúszófeje a segédvezeték előtt 1 méterre van, behúzza a kéziféket és manőver fokozatba kapcsol, a váltás bekövetkezik. A kézifék oldásával a vezető ismét fokozhatja a sebességet. A különböző felső vezeték kereszteződéseken a trolibuszok általában 10 km per óra sebességgel haladhatnak át. Vonatkozik ez az olyan szakaszokra is, ahol villamos vonal keresztezi a trolibusz vonalát. Egyedül az idom kereszteződések alatt haladhatnak át a trolibuszok sebességcsökkentés nélkül is, amennyiben azt a forgalmi helyzet különben megengedi. Ha a trolibusz valamilyen okból kénytelen útvonalát megváltoztatni, és ott villanyváltó nincs, át kell rakni az áramszedőt. Olyan forgalmi pontokon, ahol ez gyakorta bekövetkezhet, általában állandóan kihelyezett áramszedő lehúzórudat is talál a vezető. Rendszeres közúti manőver a megállás. A megállóhelyhez közeledve irányjelzés és a sebesség megfelelő csökkentése után úgy kell megállni, hogy a megállóhely tábla a kocsi elejével megközelítőleg egy vonalban legyen. A kerekek a járda szegéllyel párhuzamosan és azoktól legfeljebb 30 cm-re legyenek. Ez teszi lehetővé az utasok biztonságos le- és felszállását. Amennyiben a trolibusz kettős megállóban másodiknak érkezik, úgy kell megközelítenie az előttes járművet, hogy az utolsó 30 méteren jelentősen csökkentse sebességét. Tanácsos, hogy a megállóban tartózkodó két jármű között legalább 2-2,5 méter távolság legyen. Így lehetséges ugyanis az esetleg műszaki hibás jármű mögül is biztonságosan kihaladni. Fontos tudnunk, hogy az utasok le- és felszállását
csak akkor tekinthetjük befejezetnek, ha az utas már mindkét lábával elhagyta a lépcsőt és elengedte a kapaszkodót. Indulni még ezután is csak az összes ajtók becsukása után szabad. Egyes megállókból kiindulva, valamint mindenkor, amikor a szélső forgalmi sáv foglalt, indulás után azonnal sávot kell változtatni, vagy esetleg menet közben kell sávot változtatni. Ez mindenkor irányjelző használatával történjék, és különös gonddal a visszapillantó tükörből is meg kell győződni arról, hogy az egyenesen haladó járműveket, a forgalom többi résztvevőjét haladásukban nem akadályozzuk, nem veszélyeztetjük-e. Hasonlóan a sávváltoztatáshoz, a kanyarodásokhoz is mindenkor használnunk kell az irányjelzőt, valahányszor az útvezetés geometriai egyenesétől eltérünk, teljesen függetlenül attól, hogy fő vagy alárendelt útvonalon haladunk-e. Még akkor is irányjelzőt kell használnunk, ha elkanyarodásunkat forgalomirányító jelzőlámpa biztosítja. Amennyiben alárendelt útvonalról kanyarodunk be védett útvonalra, a manőver különös gondot igényel. A védett útvonalra csak akkor szabad rákanyarodni, ha előzőleg minden lehető módon meggyőzöttünk arról, hogy a védett útvonalon haladó járműveket hirtelen sebességcsökkentésre, irányváltoztatásra nem kényszerítjük, azokat nem veszélyeztetjük. Az ilyen kereszteződésekben, kanyarodó járművekkel szemben a gyalogosoknak is abszolút elsőségük van. Jobbra a kisívben történő kanyarodáskor a jármű felépítése, valamint a forgalmi helyzet gyakran megköveteli, hogy a kanyarodás megkezdése előtt kissé balra kormányozzuk a járművet. Ilyenkor először balra kell irányjelzést adnunk, majd jobbra adott irányjelzés után az út nyomvezetését követve hajt végre a kanyarodást. Szűk utcákba való bekanyarodáskor olykor elkerülhetetlen, hogy a trolibusz átmenjen a szembe jövő forgalom számára fenntartott menetirány szerinti baloldalra. A menetirány szerinti baloldalon azonban ilyen kivételes esetekben is csak addig tartózkodhat, ameddig a szembe forgalmat nem veszélyezteti, sőt, azt nem is zavarja. Megkülönböztetett figyelmet követelnek az egyirányú utcák is, főleg ha azokban mindkét oldalon megengedett a várakozás. Ilyenkor általában egyetlen forgalmi sáv áll rendelkezésünkre. Tovább bonyolítják a helyzetet az útszűkületek. Ezekben elhaladva a közúti közlekedés szabályait figyelembe véve, esetről esetre külön meg kell győződni arról, hogy elegendő oldaltávolság áll rendelkezésünkre a kerülés, illetve a kitérés manővereihez. Gyakran találkozunk, főleg a végállomásokon, félreállított járművekkel. Itt mindig számítanunk kell áthaladó gyalogosokra, függetlenül attól, hogy az adott helyen van-e kijelölt gyalogátkelő hely. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy trolibusszal lassan haladó járművet előzünk. Sose feledjük, hogy az előzés nem kötelező, csak megengedett manőver, amit veszélyessége miatt a legnagyobb óvatossággal kell végrehajtani. Előfordul, hogy a trolibusznak műszaki hiba miatt ki kell állnia a közúti forgalomból. A járművezetőnek mikrofonon keresztül kell erről tájékoztatnia az utasokat. A közúti forgalom zavarása nélkül le kell őket szállítani a hibás járműről, és feltétlenül biztosítania kell elszállításukat, zavartalan továbbutazásukat. Általában a járművét követő trolibuszt állítja ilyenkor meg, az alapvető forgalombiztonsági szabályok figyelembevételével, és annak vezetőjét kéri, szállítsa tovább utasait. Amennyiben a kényszer kiállás két megálló között következik be, ugyanígy kell eljárni. Ezután a hibás járművet, mielőtt azt a járművezető elhagyná, megfelelően le kell biztosítani. A járművezető kerékfogó ékekkel gondoskodik arról, hogy az őrizetlenül hagyott jármű meg ne indulhasson.
Az ékeket a jobb első kerék elé, illetve mögé kell helyezni. Ezt követően le kell húznia a trolibusz áramszedőjét. Az áramszedő lehúzórúdjának utolsó harmadát megtörve a jármű alatt kell elhelyezni. Mielőtt végleg elhagyná a járművét, biztonsági okokból be kell csuknia az összes ajtót, és az irányváltót magával kell vinnie. Csak ezután mehet el, hogy segítséget kérjen. A trolibusz elektromos üzemű jármű. Az egyik elektromos hiba lehetőség az üzemközben jelentkezett testzárlat. Ezt általában az utasok jelzik elsőnek. A járművezető ilyenkor mindenekelőtt az ajtókat kötelez zárni, hogy senkit se érhessen további áramütés. Meg kell nyugtatni az utasokat. Ezután a lehetőségekhez mérten a szemből érkező trolibusz vezetőjét figyelmezteti, hogy veszélyhelyzetbe került és segítségét kéri. Biztonsági okokból a testzárlatos kocsit annak vezetője sem hagyhatja el addig, amíg a jármű feszültség alatt van. Ezért elengedhetetlen a segítség igénybevétele. A szemből érkezett trolibusz vezetője átmegy a hibás járműhöz, saját áramszedő lehúzó rúdjával, így feszültségmentesíti a trolibuszt. Az ajtókat csak ezután szabad kinyitni és az utasokat leszállítani. Trolibuszaink a város útjait járván a legkülönbözőbb forgalmi helyzetekbe kerülhetnek. Vezetőik a legkülönbözőbb műszaki problémákkal találhatják magukat szemben. Minden ilyen esetre természetesen nem térhettünk ki. Csupán néhány alapvető sajátos, vagy éppen nagyon általános érvényű ismeretet, viselkedésformát mutathattunk be. A közúti közlekedés szabályait jól ismerő, járműve szerkezetével, mozgástulajdonságaival kellően tisztában lévő, felkészült trolibusz vezetők azonban minden körülmények között utasaik megelégedésére biztonságosan közlekedhetnek.